Csornai otthonába kerestük fel a 90 éves Karakai Annát. A nyugalmazott pedagógus életéről és a tanítói hivatás szépségeiről osztotta meg gondolatait. Karakai Anna, Pani néni neve fogalom volt a Hunyadi gimnáziumban. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy évtizedekig együtt dolgozhattunk, így ismertem a munkásságát, láttam azt a tiszteletet, amit körülvette, és ez a munkájából vívta ki. Honnan indult az élete? Ha megengedik, első gondolattal köszöntök minden régi volt diákomat, akiktől óriási segítséget és kedvességet, mosolyt kaptam. Köszöntöm a szüleiket is, hogy megbíztak bennünk, és ránk bízták legféltettebb kincsüket, a gyermekeket. És ezt szeretném most nagyon nagy hálával megköszönni mindnyájuknak, és üdvözlök mindenkit, aki eddig mosolyt, kedvességet és sok örömet adott számomra. A család harmadik gyermekeként születtem, paraszti családból. 6 éves koromba kerültem az első osztályba, csodálatos tanítónőm volt, 91 gyereket kapott 1936-ban, akiket megtanított olvasni, írni, számolni a 20-as számkörben. A pálca ott volt az asztalon, de soha nem használta. Osztályunkba járt az ő első fia, de pontosan ugyanazokat a dolgokat kellett neki is megcsinálni, amit a többinek, nem kivételezett a saját gyerekével sem. Tehát a tanítónő szanyi származású volt, Pála Antalnénak hívták, és talán ekkor fogalmazódhatott meg, pontosan nem tudom bennem, hogyha ő szanyi származása révén tanító lehetett, akkor talán nekem is lesz lehetőségem erre. Csak hálával és szeretettel tudok rá gondolni, de azt hiszem, ezt a falu minden embere elmondotta, mert amíg ő tanított, mindig csak első osztályt tanított. És úgy bevezetett bennünket az iskolai életbe, hogy csak köszönhetek neki. Még azt is elmondom, hogy unokája Varga Balázs a Jézus Szíve templom plébánosa itt most Csornán. Tehát nem szakadt meg a családdal a kapcsolat, mert unokájával ugyanúgy tartjuk, mint minden osztály tanítójáról el lehetne mondani, a másodikos osztály tanítója az is Kokas Kálmán, a templom karnagya volt, aki már az első perctől kezdve kiszűrte azokat a gyerekeket, akiknek jó hallása volt, szép hangja volt, és már nevelte a szanyi énekkar leendő gyerekeit, ez másodikos korban. Harmadikban a délutáni órákra emlékszem nagyon szívesen, Kemenesi Miklós tanított bennünket. Délután megtanultuk az iskolában hangosan mondva az egyszer egyet, hangosan olvasva, amit délelőtt a tanító, ugyanaz a tanító, új ismeretként adott át nekünk, és délután, tehát még melegében gyakorolva el is sajátítottuk ezeket. Negyedikes korunkban Pödör János volt a tanítónk. Nagyon szerettük, mert a történelmet, mint mesét adta át nekünk,
fölült az első pad lapjára, és ott mondta a magyar történelmet. Pár évvel ezelőtt egy könyvbemutatón voltam, ott a második világháború eseményeit megörökítő könyveket mutatták be. Az egyik könyv elején olvasom Pöldör János nevét, nagy szeretettel emlékezett rá az író, hogy hadtáposként mennyire a katonák mellett volt, ügyen hadtápos volt, tehát olyan feladatokat megoldott, hogy a katonáknak mindig volt ennivalója, márpedig ez nagy szó. Na, ötödikbe elsős tanítónőmnek a férje, Pála Antal tanította a matematikát, fizikát, kémiát. Hát az egy olyan ember volt, akire máig a falu egész népe nagy szeretettel gondol, mert ő törődött minden gyerekkel személy szerint, pedig a matematikát, fizikát, kémiát nem volt olyan könnyű tanítani. Talán ekkor szerettem meg én is a matematikát, mert úgy magyarázott, hogy azt rögtön lehetett érteni. Akkor őt lehet példaképnek is tekinteni. Nagy példakép ez a házaspár, és az én életem folyamába nagyon jó értelemben avatkoztak be. Nem tudsz, vittek, soha nem kellett nagyon agitálnul csináljam azt, amit ő mondanak, mert jónak láttam, és tudtam követni, és amit még nekik köszönhetek, akkor időben volt egy folyóirat, az én újságom. Ő járatta a gyerekeinek, aztán összeköttette egy év számait, és egyszer az öcsémnek Madarak és fák napjára ebből a könyvből kellett megtanulni valamit. Na, mi ezt a könyvet kisajátítottuk. Nem vitte vissza az öcsém a tanítóbácsinak. A tanítóbácsi nem kérte az öcsémtől, de ha reggel, amelyik gyerek fölébredt először, ezt a könyvet vette elő, és ebből olvasott. Voltak folyamatos történetek, voltak mesék, tehát nekünk ez egy olyan könyv volt, amit máig őrzünk. És a Pála tanító úrtól kaptuk, és megmondtuk neki, hogy itt ez a könyv, ne sajnálja tőlünk, és nem pedig tudta, hogy ő adta meg visszajárna, de az nekünk annyit jelentett, hogy innen tanultunk meg igazából mindnyájan testvérek között élni. De ötödik osztály után szerettem volna tovább tanulni. A 41-ben el is jöttünk Csornára, a egyházi iskolába, állami egyházi iskola volt, de csak a folyosóig jutottunk be, vártuk a főnöknőt, mert kedves nővérek tanítottak itt a polgári iskolába, és ott már gyerekek voltak az iskolába, és mentek föl a lépcsőn, akkor egy óriási vágyam volt, de óriási, hogy ha azon az lépcsőn én fölmehetek, én leszek a legboldogabb ember. Hát másnap megkaptuk az üzenetet egy kisdiák által, aki ott már iskolában tanult, hogy azt üzeni a főnökasszony, hogy nincs módjába felvenni. Tehát ötödik osztály után én a hatodik elemi osztályban folytattam a tanulmányaimat. Hát fájó dolog volt, mert akik az
osztályból tovább akartak tanulni, azok mind bekerültek oda. A fiúk pápára, volt, aki gimnáziumba, volt, aki polgári iskolába. És én meg hát hatodikba. Egy kis fiatal, nagyon aranyos kis tanítónő volt, de akkor ő nagyon szigorúan vett bennünket, nem tudom, hogy miért. Úgyhogy az, hogy térdeltet, és nem a földre, hanem a fal mellé kellett kitérdelni. Az egy rettenetes fájó dolog volt, de ő alkalmazta, elbíztuk. Na, aztán hatodik osztály után mégis már a szüleim is, igaz, hogy egy-két héttel később vittek el pápára, mert látták, hogy hát szomorú vagyok, hogy mi lesz velem, nem tanulhattam tovább. Elmentünk a pápai állami polgári leányiskolába. Fölvettek, óriási örömben voltam, de 72-en voltunk abban az osztályban. Nagyon tündéri magyar tanárunk volt, kis filigráns, de dolgozott írás előtt mindig azt mondta, hogy csak röviden fogalmazzatok. Hát gondolni való, hogy 72 dolgozatot kijavítani, tehát megértettük. 4 évig én mindig azt hallottam, hogy röviden, velősen. Háborús időszak volt, de a tanáraink ebbe a polgári iskolába sokszor le kellett menni, a pincémevert riadók voltak, de mindig fel tudták oldani a bennünk lévő félelmet, hogy mi lesz velünk, mert arról beszélgettünk lenn a pincébe az óvóhelyen, hogy elkezdtünk-e festeni, mert legtöbbször rajzóra időszakában voltak ezek a riadók, hogyha valaki pirossal kezdett el, az nehéz, mert utána nem lehet folytatni úgy a piros színnel való, hogy az meg ne látszódjék a készrajzon. Tehát ez volt a problémánk, és elhitették velünk, a rajztanárunk nagy darab erőteljes ember férfi volt, hogy ez a legfontosabb, nem az, hogy riadó van, és jönnek a repülők, hanem hogy szép legyen majd a rajz, amikor majd folytatni tudjuk tovább. Na és most szeretném elmondani azt is, hogy ugye a háborúban a Rába hídját fölrobogatták, tehát már vonattal nem tudtunk közlekedni. De aztán, amikor elkezdték építeni a hidakat, két fiatalember, még gyerekfejjel is nagyon fiatalnak láttuk azokat a mérnököket, akik építik a Rába hidat. Kezdetben nagyon sokat segítettek, mert a vonat Csornáról eljött a Rába hidig, ott az ott dolgozó munkások csónakkal átvittek bennünket a másik oldalra, ott már ott volt az a vonat, amelyik pápáról jött, minket fölvett és behozott pápára. Úgyhogy tudtunk menni, és hogy azok a dolgozó emberek bennünket, mint diákokat, annyira segítettek, hogy csónakokkal ők vittek át. És amikor kész lett a híd, megvárták, hogy az iskolából jövet a diákok odaérjenek, föl volt virágozva már a mozdony, ott voltak két kis gyerekfejjel is fiatalnak láttuk azt a két kis mérnököt. Fölrakták a híd megfelelő helyére a mérőműszereket, és olyan néma csend lett, még a kismadarak is abba hagyták az éneklésüket. Néma csend, elindult lassan, szépen a mozdony, és az egyik mérnök, meg a másik mérnök nézte a mérőműszer, mit mutat, és nyugodtan mondták, hogy jöhet tovább, tehát szépen átballagott a hídon a mozdony, kivirágzott mozdony volt. Visszafele már olyan fütyüléssel jött, hogy az egy nagyon-nagyon szép élmény volt nekünk, hogy kész lett a Rába híd, és legközelebb már mehetünk, nem kell
ott átszállást végezni. A polgári iskola után a Ranolder intézetbe jelentkeztem, és a polgári iskola igazgató nőjének, aki matekot tanított Tündérien, annak a nővére a Ranolder intézetbe tanított. És olyan kedves levéllel indított bennünket útnak a polgári iskola igazgatónője, hogy az ott lévő Róza nővér szeretettel fogadott, tehát nem voltunk idegenek ebbe az új iskolába. És ott nagyon szerettünk, ha bár délután jártunk iskolába, mert a polgári leányiskolát lefoglalták katonai kórháznak, és akkor délután volt az oktatás. Ezután hol folytatta tanulmányait? A Ranolder intézet után. Hát, ugye 48-ban volt az iskolák államosítása. Hát akkor sok minden szóbeszéd volt, jó, rossz, tehát minden. Szóval remegő léptekkel mentünk az iskola fele, hogy most mégis hova megyünk. És az akkori igazgató, mondom a nevét, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel, Bulla Andor, olyan szép beszédet mondott, hogy ezzel, mint egy hálót feszített fölénk, és nem volt rossz, mert úgy fogadott bennünket, mint aki már régen ismer. No, de most itt azt is elmondom, sok ilyen csodálatos elem volt az én életemben, hogy ez a Bulla Andor volt első osztályom érettségi elnöke. Hogy hogyan került más megyéből ide Győr-Sopron megyébe elnöknek, nem tudom, mert máskor csak a megyéből jöttek érettségi elnökök, de a Bulla Andor ezt is meg tudta csinálni, és első osztályom érettségi elnöke volt. Szerencsém volt, mert a fiúk nagyon tudták a matekat, szerették, és a lányok között is, sok szanyiak is voltak ott, azok is nagyon jól, mert ugye Pála Antal is igen jól megtanította, és hálás szívvel gondolok minden tanítóra, aki után én tanítottam a matematikát, mert nem volt problémám. Amit ők tanítottak, azzal én tudtam folytatni a gimnáziumi tananyagot. Ez egy gyönyörű élmény volt nekem. Tehát elmondom az egyetem tanáraim javaslatára, jelentkeztem a Pázmány Péter Tudomány Egyetem matematika, fizika, ábrázoló, geometria szakára. Az első fizika órán én semmit nem értettem. Félelmetes érzés volt, de számomra nagyon jó volt, mert megértettem a gyerekeim, nél tanítványaim, amikor ők azt mondják, hogy nem értik, akkor próbáltam megkeresni, hogy hol van az a pont, ahol fel kell valamit oldanom, hogy értsék. Tehát abból is tanultam, hogy bennem is volt egy óriási félelem, hogy nem értettem egy szót se a fizika órán egyetemen. Az volt megint csak a nagy szerencsém, óriási szerencsém volt, hogy az egyetemen gyakorló órákon a Csepeli gimnáziumban voltunk. Ott tanított ebben a gimnáziumban Vermes Miklós, országos hírű fizika tanár.
ő akkor már összeállított egy könyvet, példatárat fizikai feladatokból, és a fizikai jelenségek magyarázataiból. Nekem sikerült akkor megszereznem ezt a könyvet, tehát én, amikor már ide kerültem, ebből a könyvből igen sok mindent merítettem. Na, és a másik dolog, ez is, én csak szerencséről tudok beszámolni, mert engem felkarolt. Szerencsém, mert nem nekünk kellett a 4 év elvégzése után keresni iskolát, ahova megyünk, hanem az egyetemen megkaptuk, hogy hol jelentkezünk munkavégzésre. Hát 1954-ben jöttem azzal a papírral, a Csornai, akkor Latinka Sándor volt a gimnáziumnak a neve, jelentkeztem. De aztán itt megint nagy szerencsém volt, mert azon a napon, amikor a Kardeván Jenő igazgatónál jelentkeztem, még örült is, nem ok nélkül, mert pont akkor reggel kértek tőle női nevelőt, mert akkor volt a szigetközi árvíz, és az árvíz erről gyerekeket, leánygyerekeket hoztak ide a Csornai kollégiumba, és akkor én első utam abba a kollégium épületébe vezetett, ahova diákként a középiskolába nem vettek be. Hát én azon a lépcsőn, amire annyira szerettem volna fölmenni kezdetbe és ott tanulni, most ugyanolyan öröm volt, hogy ezen a lépcsőn már nem csak fölmehetek, hanem kötelességem fölmenni, mert ott vannak ezek a kis gyerekek, akiket a félelemtől kellett kicsikét megszabadítani, mert bizony első éjszaka siratták a kutyájukat, macskájukat, amelyeket elvitt a víz. Na hát ez is egy óriási élmény, hogy bekerültem 13 év múlva oda, ahova diákként nem kerültem be. Kanyarodjunk egy kicsit vissza. Mikor döntött el, hogy a pedagógus pályát választja? Hát igazából lehet, hogy megfogalmazott bennem a Pála tanítónéni és a Pála tanár úr. Olyan szépen tanított, és annyira tetszett nekem, hogy meg tud tanítani olyanra gyerekeket, amit nem tudtak, de ez csak olyan halvány megfogalmazás volt, reményem nem sok volt rá. De azért mégis valahol bennem volt, hogy meg kéne, meg a tanáraim biztattak. Ha nem biztattak volna, nem mertem volna egyáltalán elindulni. Mert láttam, hogy micsoda nehéz munkát végeznek, és nem bíztam magamban, hogy ezt adott körülmények között én is tudom-e csinálni, vagy nem. De mondom, itt is az osztályfőnököm, matek tanárom, tündéri ember volt. Az is az volt, hogy államosítás után nagyon sok embert visszahittak. A matek tanárunk is a kémia vonalon üzemben dolgozott, és a kérésre, hogy kell tanár, és kell matek tanár ebbe az iskolába, vállalta a tanítást. És a csoda volt az is, hogy minden tantárgynak megvolt a tanára. Ha másként nem, a pápai másik iskolákból, hol a másik fiú tanítóképzőből, már ott is tanította nálunk lévő matek tanár, de történelem szakos, meg nagyon karakter volt, és ahogy az a történelmet tanítottam, mi csak ámultunk. Tehát nem éreztük, hogy itt most ilyen nagy változások voltak, mert az iskolában a tanítás ment úgy, ahogyan addig. Tehát nem éreztük feszültséget már.
Annak idején, mikor kezdő pedagógus volt, milyen érzéssel lépett be a Hunyadi gimnáziumban? Hát az az első órán, mikor bementem, és fölállnak a gyerekek, már addig mindig vezető tanárral mentünk órára, hát az természetes volt, hogy a tanár úrnak, hát fölállnak. De hogy én egyedül megyek, és fölállnak, és rám néznek, annyi sok tiszta tekintetű diákot láttam, hogy ez teljesen levett a lábamról, de éreztem, hogy ezek az emberek valamit várnak tőlem. De a másik gondolatom meg az volt, hogy hoztam-e magammal annyi ismeretet, tudást, hogy minden kérdésükre meg tudok válaszolni, vagy majd hogyan tudom megoldani. Terveit, elképzeléseit meg tudta valósítani az iskolában? Hát ebben megint óriási szerencsém volt, mert olyan diákokat kaptam, pedig sokszor csak rövid ideig tanítottam, mert ide ketten egy fiúval kerültem ugyanakkor ide az iskolába, de a fiút elvitték katonának, tehát akkor szeptemberben nem tudta a tanítást megkezdeni, aztán amelyik osztályt ő kapott, azt én arra az időre, míg ő katona, akkor én fogom azokat tanítani. Talán egy hónap vagy másfél hónap volt, amikor megjött, de addigra már pedig zömmel fiúosztály volt, meg humán reál, akkor indult a humán reál osztály, amikor én ide kerültem, és ez a reál osztályban volt egy csornai fiú, mondom, nem tanítottam tovább másfél hónapra, és haláláig minden évben fölkeresett, minden évben ezek az, már jött, Csornai volt, de Tiszaújvárosban dolgozott egyetem után, és akkor mindig fizikáztunk egy-két feladatot, de már olyan feladatokat mondott el nekem, ami abban az üzemben ő volt, hogy ezt hogyan oldotta meg. Tehát ez egy földön túl öröm volt. Nem Kis Lászlónak hívták? Pontosan Kis Lászlónak hívták. Nagyon sajnálom, már haláláig minden évben jött, és mindig hozta, és megtudtam, hogy üzembe a fizika, hogy még azt is megtudtam, hogy hogyan, már később nem tudtam aztán megvalósítani, hogy hogyan kellene a fizikát úgy tanítani, hogy már benne legyen az is, hogy milyen problémákkal találkoznak a munkahelyen. Ezt már nem tudtam. Hát nekem általános iskolában osztálytársam volt. Köztudottan Paninéni szigorú tanárnak tartották, mégis hogy sikerült elérni azt, hogy a mostani tanítványai nagy szeretettel veszik körbe? Hát próbáltam mindig őszinte lenni hozzájuk. Ezért szerettem az osztályfőnöki órákat is, mert ott mindenről lehetett a diákokkal beszélgetni őszintén, pedig nehéz problémák voltak, ők is őszinték voltak, őszintén próbáltam válaszolni a kérdéseikre, és ha valami menet közben adódott, mindig szívesen elmondták a problémáikat, és ahol tudtam, segítettem. Meg próbáltam feloldani a matetnak a feszültségét, a századik órát mindig ünnepélyes volt, hát egyik ilyen feladat volt, több is. Ugye egyik volt egy olyan, hogy egy nóta is, hogy 2x2 néha 5. Na, mondom, akkor ezen a századik órán most be fogjuk bizonyítani, hogy nem csak néha 5, hanem 2x2 az valóban 5. Csak lestek. Másik alkalommal, hogy hidon megy ugye a fizikához, hogy mikor megtiltották, hogy a katonaság, hát
diszlépésbe menjen a hídon, már ha átveszi a híd rezgését, az tragédia. Mondom, megy a nagy elefánt, meg a kisegér a hídon. Egyszer csak a kisegér fölszól a nagy elefántnak, hogy hallott, hogy dübörgünk. Hát elkezdtenek mosolyogni a gyerekek, hogy miket mondok én itt nekik. Aztán mondtam nekik, gyerekek, egész jogos volt a kisegér, hogy ezt mondta, mert a nagy elefántnak a súlya, meg a kisegérnek a súlya megegyezik, és akkor bebizonyítottuk. És az élményem az volt, hogy rájöttek, hogy a bizonyításban hol van az a lehetetlen, amit hibát én elvétettem. Hát ez rettenetes öröm volt, hogy rájöttek, már gondolkodtak rajta, hogy hát ez nem igaz, ott meg valóban ott lett a vége, hogy kis elefánt, nagy elefánt, meg a kis elefánt ugyanolyan súlyú, és gondolkodtak rajta. Úgyhogy meg volt egy, Bagdadba akartunk elmenni, de az egyik kereszteződésnél két egypetélyű iker pár, teljesen egyforma volt, azok tartottak ott szolgálatot, hogy csak annyi különbség volt a két ember között, hogy az egyik mindig igazat mond, a másik meg mindig hazudik. Hát mondjuk, oda érünk, és mi valóban Bagdadba akarunk eljutni, mit kérdezzünk? Nem tudjuk, hogy melyik van szolgálatban, az igazmondó vagy a hazug, de úgy kell kérdezni, hogy a választ, amit kapunk, annak alapján el tudunk jutni Bagdadba. Hát mindig vették a kérdést, tetszett nekik, meg foglalkoztak vele, és ezt is meg tudták oldani. Nyugdíjba vonulás után sem pihent, mert olyan volt tanítványok, akik tovább tanulni szerettek volna, vagy való felzárkózni, mindig felkeresték. Meddig végezte ezt? Hála Isten, hogy nem volt hiányom diákokba. És annyiba volt jó, hogy akik saját maguktól jöttek, tehát a szülők segítségével, ők akartak többet tudni, mert tovább tanulni akartak, vagy esetleg vizsgára jobban felkészülni. Igen, szívesen fogadtam őket, mert azok a percek felejthetetlenek. Ahogyan kinyílott, ahogy örülni tudtak, hogy na, amit ezt nem értettem, most már tudom. Egyetlen egy kis diákom volt, aki szülői kérésre jött, és az nagyon-nagyon fájt, hogy kérdezem tőle, mit tanultatok, mit tudom én? Hát hol a füzeted? Hát én abban nem írtam semmi. Hát mi a házi feladat? Fogalmam sincs. És akkor leteszi a karját, ráfekszik. Mondom, te kislányom, hát nem ezért jössz ide, ha álmos vagy, menj haza és aludj ki magad. De hát én nem tudok neked segíteni. Na, őt kellett megkérnem arra, hogy többet ne jöjjön. Mert ez annyira nehezemre esett, hogy akartam, a szülő is akarta, de a gyerek nem. Akkor, ha a gyerek nem akarja, akkor nem megy. Kiváló munkájáért Csornaváros szolgálati díját kapta. Mikor volt ez? 2008-ban. Nagyon, igen, nagyon örültem neki. Hát ezt majd később mutatom. Meglepett, határozottan mondom, hogy meglepett, de örültem neki. Hát Pani néni szépkorú lett, mivel tölti a mostani szabad idejét? Ó, hát kezdetben nagyon jó volt, mert azokat a könyveket, amiket eddig nem tudtam elolvasni idő hiányába, akkor a könyvtár itt van a szomszédban, csak átlibegtem, és a könyvtárosoknak is nagyon köszönöm, mert nagyon sokszor csak úgy mentem, hogy ajánljatok nekem egy könyvet. Aztán ők hozták, és
ami most legutóbb nagy hatással volt rám, hogy rossz gyerekek pedig nincsenek, ez volt a könyv címe. De sokkal-sokkal több volt abban a könyvben, hogy minden gyerek magával hoz születésével egy tervet, amit akarna megvalósítani. És ha pedagógus észreveszi, hogy ez a gyerek mélyen igazából mi iránt érdeklődik, és tudja ezt az érdeklődését továbbvinni, segíteni, akkor az a gyerek repül, és saját magamat is repülésre késztette. Mert az is borzasztó, amikor ünnepély volt iskolában, és jöttek a diákok, hát én bizony úgy jártam, hogy nem éreztem lábam alatt a talajt. Annyira örömet tudtak adni nekem, és ezt mind-mind nagyon nekik köszönöm. És Gézától, aki ugyancsak munkatársam, nagyon jó volt, és az ő révén, meg a diákjaim révén ismertem meg, hogy a sport nem a testedzésre való, hanem a lélek edzésére való. És ezt, hogy egy másik csornai diákot is megemlítsünk, Janszky József, aki minden óra után, mert ő olyan aktívan volt órákon, lement a tornaterembe. A tornaterembe mindig voltak tanárok, és ott olyan gyakorlatokat végeztek, ami a lelkük fáradalmát kipihent. És ezt is a diákról tudom, meg hát a tornatanártól is, hogy hát a lélek edzése a torna, nem a test edzése, a lélek, és akkor rendben. Hát a Janszky József nevét említettük, azért nem mindenki tudja, hogy egy nagyon kiváló atomfizikus volt, és ugye tanulmányait külföldön folytatta. A Magyar Tudományos Egyetem, Tudományegyetem tagja a székfoglaló előadására meghívott, és a mostani történelem talán Szalai Balázs javaslatára majd emléktáblát fog kapni, mert egy ilyen diák, aki ilyen magas szintre jutott, aki Amerikába, Japánba is tanított, Európa minden országában volt, és ez diákunk volt, hát ez egy olyan fel nem foghatatlan öröm máig, és a leányok, ha nem szerették a fizikát, de ha a Jóska osztályába jártak, a Jóska annyira szeretett kísérletezni, hogy már földerült az arca, ha kísérleteket végezhetett, és azt akarták megtudni, hogy ez az ember miért tud örülni ennek a kísérletek, meg a fizikának, és így eljutottak az ő megfigyelése által a fizika szeretetéhez is. Hát Pane nénitől mindenki kapott valamit a Hunyadiba, felkészítés az életre, az érettségére, továbbtanulásra, akiket pedig nem oktatott, kaptak egy mosolyt a folyosón, és láttak egy olyan példaképet, akinek emberi tartását érdemes volt követni. Köszönöm a beszélgetést!